Ilyen egy különleges, keletbraszbendes átirata az év dalának. Rácz Gergő és Orsovai Reni a Dal 2020 című műsorban mutatta be a Mostantól című számot. A szabolcsi kötődésű zenekar pedig azonnal elkezdte az átdolgozását, méghozzá Szentpáli Roland segítségével. A világhírű zenész és zeneszerző nem először dolgozott együtt a zenekar vezetőjével, Kói Gergővel. Hát igazából már a 2000-es évek elején megismerkedtem Rolanddal, még annak idején, mikor itt a művészeti szakközépiskolában tanult, és ő pedig itt tanított Nyíregyházán, és már abban az időben közös zenekart alapítottunk, először egy kvintettet, aztán majd egy nagy partit, ami azt jelenti, hogy 10 főből álló részvós együttessel dolgozhatunk együtt, ami hatalmas sikereket ért el. Aztán később biekben ez részemről megszűnt a zenekar is. Karácsony előtt azonban újra összesodorta őket az élet, és elkészítették ezt az átiratot. Hamar megtalálták a közös hangot, ezért Szentpáli Roland már két saját dalt is komponált a Keletbraszbandnek. A zenekar tagjai azonban a házi önkéntes karantén ideje alatt sem unatkoznak, online próbálnak. Egymásnak küldözgetjük a videót, összerakjuk, és úgy hallgatjuk meg, hogy ki mikor késik esetleg, vagy a hangerőben nem egészen jól játszik, amennyire lehet ezt igazából, tehát jobb, mint hogyha nem csinálnánk semmit. A Keletbraszbend ebben az időszakban sem hagyja zene nélkül a rajongókat, hétvégén egy újabb klippel jelentkeznek. A Drum Pitons című dal videójában a zenekar tagjai nem jelennek meg, csak színészek, akikkel a jeleneteket korábban rögzítették. A szám címe egy szójáték, hiszen az egész dal egy dob, egy trombita és egy bariton szaxofon hangjaira épül.